Lányok, gondoltatok már valamilyen sminkre a téli diszkóra? Vörös szemeket és vörös ajkakat szeretnék készíteni. Jobb, ha azt nem teszed. Ginnynek igaza van, jobb, ha egy dologra koncentrálunk, vagy az ajkakra, vagy a szemekre. És hogyan válasszunk? Mutasd meg nekünk a jelmezt, és mi segítünk választani. Kedves Amelia, hadd hívjalak meg erre a csodálatos partira. Nem. Ez túl sok szó. Talán így jobb lenne. Amelka, menjünk el a diszkóba. Ó, Márta, beszélhetnék veled egy percet? Mit akarsz? Meg kell hívnom egy lányt egy diszkóba. Kicsodát? Ha túl sokat túlsz, leásik a füled. Csak mondd ezt, gyönyörű vagy, el akarok menni veled a diszkóba. Ennyi? Ennyi elég. Oké, leírom, mielőtt elfelejtem. Amelka, szerettem volna valamit mondani neked. Nos? Amelka, te... Mit ír? Te egy patkány vagy. Értem, Leo. Amelka, nem így értettem. Azt akartam, hogy te és én együtt legyünk. Szerintem az úgy jó lenne. Meghívsz a téli diszkóba? Nos, olyasmi. Azok után, amit mondtál, biztosan nem megyek veled, sőt, Sasa már meghívott. Sasa? Nos, már elintézem neki. Nyugi, ez a te hibád. Apám mindjárt itt van, előbb kellett volna gondolkodnod. Miért nem jössz velem? Nem, már megígértem valaki másnak. Ó, ez nagy kár. Nézd, ez jó móka. Igen. Nézd. Ginny, eljössz velem a diszkóba? Figyú, Leo, már van párom. Márta, jössz velem? Persze, hogy nem, nekem is van. Még neked is van egy párod? Hűha! Felhívhatod a lányokat az osztályból, hát ha valaki még nem talált párt. Igen, most ünnyeld. Szia, Nasztya! Emlékszel, amikor együtt jártunk óvodába? Nem akarsz velem jönni a diszkóba? Értem. Szóval, ez sem megy. Ez sem. Az volt az utolsó lány, akit ismerek. Hát akkor pár nélkül kell mennem. Gondoljatok bele, idén mindenki párral jön. Igen, mindenki, kivéve Leót. Ő az egyetlen lúzer, aki pár nélkül jön. Gyerünk! Nos, majd meglepem őket. Azt hiszik, hogy vesztes vagyok? Találok magamnak egy ilyen lányt, mint kinyitják a szájukat. De hol találom meg? Ez Amelka Jósnő naplója. Ezzel a könyvvel bármilyen lényt megidézhetsz. Bármilyen lényt, tehát embert is. Egy lányt kell megidéznem. Szóval, hosszú lábú mami. Nem ezt. Egy ijesztő babát. Nem. Ó, a Szerbhölgy. Ez egy népszerű mémlány. Jól öltözik és jól táncol. Ez kell nekem. Most már csak azt kell kitalálnom, hogyan idézzem meg. És ha Leo talál párt, hidd el, nem fog találni senki. Sajnálom őt, egyedül fog ülni a kis padon. Legközelebb előre kell gondolkoznia. Lányok, van fokhagymák? Jobb, ha nem eszel fokhagymát a diszkó előtt. Mit számít ez neki? Úgysem fog senkivel sem táncolni, és még inkább csókolózni. Hiába nevettek. Majd meglássátok, nekem lesz a legjobb barátnőm. Leo, a fokhagyma a konyhában van, ideje emlékezni. Van egy ötletem, tréfáljuk meg Leót. Pontosan hogyan? Gyertek! Szóval azt úgy fogjuk, hogy... Tehát mindent úgy csináltam, ahogy a könyvben áll. Hé, hölgyem! Itt van! Hölgyem! Hölgyem! Tudtam, hogy ez egy újabb hazugság. Egy hölgy sosem fog hozzám jönni. Leo, szabad? Gyere be! Csak azért jöttem, hogy elmondjam, hogy valaki meglátogatott. Kicsoda? Valami lány, aki párt keres a diszkóba. Tényleg? Mindjárt lemegyek. Hol van a lány? Ott van a fánál. Szia, bálpartnert keresel? Igen, én vagyok, az a nevem Mása. A nevem Leo. Nem emlékszem rád. A mi iskolánkból jöttél? Várj, ne gyere ilyen közel. Hogy fogjunk táncolni, a félénk vagy? Nos, rendben, jobban meg kell ismernünk egymást. Most adj egy csókot! Szállj le rólam! Szerintetek ez vicces? Csak gúnyolódtak rajtam! Túl messzire mentünk. Rendbe fog jönni. Utálom a lányokat. Olyan kegyetlenek. Anyu, mit tettem? Megidéztem egy szellemet. Még mindig ott van? Úgy tűnik, ő a szerb hölgy, de mivel én magam hívtam, beszélnem kell vele. Szia, a nevem Leo. És a tiéd? Maga a szerb hölgy, ugye? Úgy tűnik, nem vagy a beszédes típus. Nekem tetszik. Nem fogsz bántani, ugye? Remek, akkor most már a páron vagy. Akarsz találkozni a barátaimmal? Megértem, hogy még mindig félénk vagy. Semmi baj. Ha itt elhelyezkedsz, a WC ott van. Itt van, nézd! Hű, de gyönyörű! Ó, Leo, jó híreink vannak számodra! Igen? Amelka talált neked párt a partira! Már van egy párom! Pár? Hogyan? Fél órája még sírtál, hogy nincs senkid! Lányok, a világ nem áll meg! És hol van a barátnőd? A hálószobában. A mi házunkban van. Gyere, látni akarom! Nem, még nem áll készen. Csak köszönünk! Oké, lányok, akkor jön ki, amikor akar, ugye, Leo? Addig is hozok neki egy kis harapnivalót. Vajon a mi iskolánkba jár? Ismerkedjünk meg vele, és kérdezzünk tőle mindent. Lányok, ébresztő, Leónak nincs barátnője. Miért gondolod ezt? Ez nyilvánvaló, hogy jelenhet meg ilyen gyorsan? És hogy jutott be a házba? Láttad őt? Nem, én sem. Miért hazudna Leo? Valamire készül, és nekünk ki kell találnunk. Menjünk, leskelődjünk, vagy hallgatózzunk. Lányok, ez rossz. Ugyan már, Amelka, nem érdekel? Persze, hogy érdekel. Akkor menjünk. Kérsz egy kis harapnivalót? Van néhány finomságom, hozhatok még. Diétázol? Értelek. Figyelj, nem kell átöltöznöd a partira, nem is kell sminkelned magad. Ne is félre, már így is gyönyörű vagy, de... Leo beszélget valakivel, és nem akarja befogni a száját. Magához beszél. Igen, egyáltalán nem hallom a lány hangját. Én sem. Amint azt láthatjuk, nincs barátnője. Menjünk, csak az időnket vesztegettük. Nézd, mi tetszik jobban? Ez vagy ez? Egyik sem. Nem igazán szeretem át a dolgait. Akkor ott, hogy elhozzam neked Amelka ruháit? Oké, megyek a boltba és veszek neked ruhákat. Várj itt, hamarosan itt leszek. Lányok, most vettem észre, hogy a cipő nem illik a ruhához. Mi Miért nem veszel fel egy másik ruhát? Akkor le kell cserélnem a táskámat és a harisnyámat. Igen, nem tudom, mit tanácsoljak. Lányok, segítsetek, vennem kell egy lánynak egy ruhát. Akkor vigyed előtt, és menjetek együtt a boltba. Nem akar menni a boltba. Furcsa, én imádok vásárolni. Körülbelül... ilyen magas. Mit gondoltok, milyen ruha méretet visel? Kérdezd meg a barátnődet a méretéről. Leo, vegyél egy MS méretet, és ne aggódj. Értem, de ne zavarjátok a barátnőmet. Nagyon félén. Akkor menjünk és nézzük meg. Menjünk gyorsan. Szia! Te vagy Leo barátnője? A barátai vagyunk, azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Van szükséged egy kis segítségre? Oké, bemegyünk. Lányok, mi volt ez? Egyébként Leo nem hazudott. Tényleg van ott egy lány. Valami lány, ő egy szörnyszűr. Valójában azt hittem, hogy ez egy baba valamilyen horrorfilmből. Igen, régen láttam már ilyen hátborzongatót. Hogy őszinte legyek, nem lepődtem meg, csak valami csodabogár menne bele, hogy Leóval menjen. Gót, ez nem igazán érdekel. Hadd jöjjön Leo, és magyarázzon el mindent. Szóval lányok, menjünk ki, amíg Leo vissza nem jön. Félek egy házban lenni ezzel a lénnyel. Nagyon hátborzongató. Egyetértek. Tényleg vártatok rám ebben a hidegben? Leo, meg kell ejtenünk veled egy komoly beszélgetést. Milyen beszélgetést? Vettem egy ruhát a barátnőmnek. Ő lesz a legszebb a partim. Erről akartunk beszélni veled. Nem zavartátok őtet, ugye? Leo, láttuk őt, ijesztő. Nézzetek mostanában tükörbe. Nem erre gondoltunk. Nem gondolod, hogy hátborzongató? Nagyon. Így van, hátborzongató. Amelka. Féltékeny vagy? Ó, persze, hogy nem. Csak nem hozhatsz furcsa lányokat a házba. És most mondd meg, hol találkoztál vele, és ki ő? Találkoztam vele... a bolt előtt. Biztos, hogy nem egy személytelepen volt? Márta, most nem mondok neked semmit. Mi a neve? A neve Marina. Oké, lányok. Marina már vár rám egy ideje, mennem kell. Nem szeretem ezt a Marinát. Valami baj van vele. Leo is furcsán viselkedik. Mintha hazudna. Nem akarok beszélni ezzel a Marinával, de beszélnünk kell vele. A lényeg az, hogy ne öljön meg minket. Vettem valamit, remélem tetszik. Nem tetszik? Sajnálom, nem vagyok túl jó a ruhaválasztásban. Remélem, ez jól fog állni neked. Bejöhetünk? Már bent vagytok. Azért jöttünk, hogy találkozzunk Marinával. Sajnáljuk, hogy az első alkalommal elfutottunk. Csak az a baj, hogy szokatlanul nézett ki. Az én nevem Amelka Karamelka, ő Ginny Springi, ő pedig Márta Matrac. Nos, Marina, jó volt beszélgetni, de most már készülődnünk kell. Igen, magadra hagyunk téged és Leót. Igen, jó kapcsolatotok van. Viszlát, viszlát. Sajnálom, hogy azt mondtam, hogy Marina a neved. Csak azt nem tudtam mondani, hogy te vagy a szerb hölgy. Örülök, hogy nem sértődtél meg. Remélem újra barátkozol lányokkal. Most menjünk. Még rengeteg idő van a bulig. Miért ülünk itt? Csak nekem tűnik úgy, vagy egyáltalán nem beszél? Szerintem sem. Leo valószínűleg nem hagyja szóhoz jutni. Vagy talán nem tud beszélni? Ekkor Leo nagyon nemes dolgot tesz. Leo nem tudja, hogyan kell nemesen viselkedni. Nézzétek ezt az úriembert! Kérsz egy kis teát? Az én kedves hölgyemnek a legjobb teát a legmagasabb hegyről. Ó, Leo, ez bolti tea. És nem te vetted meg, hanem Amelka. Irítség csendben. említség, hogy vizet töltöttél egy pohárba? A hölgyemről gondoskodom. És a ti srácaitok hol vannak? Ennyi. Valószínűleg a konzolon játszanak, és nem is gondolnak rátok. Ez a kés valószínűleg éles, még megsebesülhetsz. Elviszem. Megijeszt engem. Engem is. Oké, itt hagylak a lányok társaságában. És még mindig van dolgom. Leo, magaddal tudod vinni Marinát? Igen, unatkozni fog velünk. Nem maradok sokáig. Akartok társasjátékozni? Megőrültél? Nem megyek 1 kilométeren belülre tőle. Összekezdhetnünk magunkat, ő Leo barátnője, barátkoznunk kell vele. Van néhány érdekes játékunk, tetszeni fog. Mesélj valamit magadról. Melyik iskolából jöttél? Oké, játszunk. Marina, tudsz játszani? Felváltva húzzuk ki ezeket a blokkokat, és aki összeomlasztja a tornyot, az veszít. Most én jövök. Pontosan így. Vajon hol lehet Leo? Talán megint elfelejtettem, erre nyílik az ajtó. Leo olyan hülye. Igen. Nyugodj meg! Úgy tűnik, nem szereti, ha sértegetjük Leót. Marina, nem bántjuk Leót, ez csak egy vicc, igazából barátok vagyunk. Minden bizonnyal egy elmegyógyintézetből szökött meg. Kit hozott Leo a házunkba? Lányok, legyünk egy kicsit türelmesebbek. Ó, van egy másik szórakoztató játékom, már is hozom. Oké, Márta. Tudsz kártyát osztani? Közelebb mehetsz hozzá, nem harap. Ebben biztos vagyok. Én kezdem. Most én jövök. Én. Marina, most te jössz. Bár csak Leo itt lenne, és nem kellene többet ezzel a hülye csajjal ülnünk. Marina, nyugodj meg, minden rendben van. Minden rendben. Csak nem értesz meg minket. Menjünk innen. Elég volt, elfogyott a türelmem, hívom Leót. Így van, hadd vigyál az őrült barátnőjét. Halló, Leo, gyere vissza! Mint mindig, most is vannak problémáink Leo miatt. Leo nem felelős a barátnője tetteért. Csak a csodabogarak és a lúzerek ragaszkodnak hozzá. Azt mondod, hogy csodabogarak vagy lúzerek vagyunk? Nyissátok ki, bezártátok magatokat. Leo, egyedül vagy? Igen. Biztos vagy benne? Biztos vagyok benne. Miféle sürgősség ez? Miattatok nem volt időm virágot venni a hölgyemnek. Felejtsd el a virágot, nem érdemli meg. Nem, ő igen. Leo, beszélnünk kell Marináról, ő nem normális. És azt akarjuk, hogy most azonnal távozzon. Miért? Mit csinált? Őrült, megtámadott minket. Mi? Ezt nem hiszem el. Ő kedves. Kedves, megőrültél? Leo, ne veszekedjünk, csak vigyük ki innen. Veszélyes. Értem. Nem akarjátok, hogy boldog legyek. Mi ez az ostobaság? Amint találtam egy barátnőt, azonnal támadni kezdtetek. Ez nem igaz. Csak azt akarjátok, hogy életem végéig egyedül legyek. Ez nem így van. És látom, hogy ez így van. Szívtelenek vagytok. Oké, Leo, lóghatsz a barátnőddel. De ez az utolsó alkalom. Amelka, tudtam, hogy megérted. Nem úgy, mint a többiek. Amelka. Jól vagy. El kellett volna küldened. Hát sajnáltam Leót, egyáltalán pár nélkül maradt volna egyedül. Amelka, tényleg? Csak a szokásos. Csinálja, mit akarsz, én nem hagyom el ezt a szobát. Én sem, amíg ez a pszichopata itt van. Igazából én sem megyek ki. Ez a hülye Leo miatt vagyunk ide bezárva. Mint mindig. Igen, a lányok olyan csúnya dolgokat mondtak rólad, de ne aggódj, nem hittem nekik. Köszönöm a támogatásodat. De még mindig nem választottál ruhát a bulira. Ez életem legrosszabb bulija, nem is tudok felkészülni. Nem hiszem, hogy bárhová is megyek. És én úgy is megyek, még hétköznapi ruhában is gyönyörű vagyok. Igazad van? Igen, nem hagyjuk, hogy Leo és az őrült barátnője tönkretegyék a terveinket. Márta, mit olvasol? Ó, mindenféle szörnyekről. Szerbhölgy? Igen, csak ma tudtam meg róla. Emlékeztet valakire? Nem hiszem. A kép annyira rossz, hogy semmit sem tudok kivenni. Lányok, szerintem ő az Leo barátnője. Kizárt dolog. Nézd meg magad, pont úgy néz ki, mint ő. Amelka, igazad van, ő az, 100%. Mit tegyünk? Leo veszélyben van, figyelmeztetnünk kell őt. Ginny, te velem jössz. Márta, te itt ülsz, és további információkat keresel a szerb hölgyről. Aztán megmentettem Amelkát, és lezártam a kaput. Igen, hős vagyok. Leo, pszt, pszt. Beszélhetnénk veled egy percet? Hát nem érted? Beszélgettünk. Sürgős. Sajnálom, nem maradok sokáig. Leo, siess! Mi a baj már megint? Leo... Nem is tudom, hogy mondjam el neked. A barátnőd... Szerbhölgy. A szerbhölgy? Nem lehetséges. Nézd meg magad. Igen, nézd meg. Értem. Várjunk csak. Te tudtad, hogy ő a szerbhölgy? Nem, persze, hogy nem. Leo, te egyáltalán nem tudsz hazudni. Jól van, tudtam. Micsoda bolond vagy! Nézzétek, nem veszélyes, nagyon kedves! Ez az, amit gondolsz? Mondd csak, honnan jött? Én magam hívtam ide. Te belegondolsz egyáltalán a dolgokba? Már megint miattad vagyunk bajban! Nyugi, biztonságban van, csak szeret táncolni. Figyelj, itt az áll. Amint bekapcsolod a zenét, ő dühösen feláll és előveszi a kést. Ó, ezt nem tudtam. Mint mindig, nem olvastál utána. Sajnálom, lányok. Hogyan fogunk megszabadulni tőle? Egy szerbhölgytől úgy szabadulhatsz meg, ha ezüst ékszert teszel rá, vagy táncpárbajban kitáncolod. Igen, ennyi. Szerintem az ékszeres megoldás könnyebb lesz. Igen, nem hiszem, hogy táncban meg tudjuk verni. Tessék! Visszamehetsz a hölgyedhez. Nem megyek sehova. Te mész. Amikor te átittál vele, minden rendben volt, de most félsz. Ugyan már, Leo, felelned kell a tetteért, gyerünk! A hölgy ott van. Ott vár rád. Figyelj, hölgyem, öröm volt veled beszélgetni, de... Honnan jön a zene? A fenében Leo megszívta. Lányok, meg kell mentenünk őt. Lányok, megmentettetek! Leo, belefáradtunk a megmentésedbe, tanulj meg az eszeddel gondolkodni. Ugyan már, nem volt annyira ijesztő. Át kellett volna adnunk Leónak a stafétát. És megtettem volna, azt hiszem, legyőztem volna Szerbhölgyet. Gyerünk, táncolj! Egy ilyen tánc után biztosan halott lennél. 100%. Ő elporlasztott volna téged. Azt hiszem, felhívom Sasát, és megmondom neki, hogy a diszkó elmarad. Igen, nekem is elegem van a tánc. Szerettek táncolni? Írjátok meg a hozzászólásokban. Emellett mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és ne felejtsetek el a csengőre kattintani. Sok érdekes dolog vár ránk. Snip, snap, snip, snap, 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 snip, snap, 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 snip, snap, snap, snip. Szia!